Van én nékem fegyverem, az igazság. De botom is van hozzá. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit! A közelmúltban olvastam egy nagyon érdekes cikket a Ceglédi Zoritól, ami nagyjából hasonló irányvonalon halad, mint amiket korábban Hont András írt. Ez egy tök jó cikk a HVG-n, belinkelem a, a videó leírásában, érdemes elolvasni, illetve hát alapvetően ugye ez a fizetős részben van, de egy pár apróbb részt idézni fogok belőle, mert szerintem tényleg nagyon jó, érdekes írás. Ugye az azt írja le benne, hogy nem kéne folyamatosan azt erőszakolnunk, hogy mindent zárjunk be, mindent tegyünk tönkre, amit az egyik korábbi videómban is mondtam, <kül> Azért, mert ugye ebben nincsen koncepció, nem tudjuk, hogy mennyi a fertőzött, viszonylag alacsony egyébként a tesztszám is, tehát igazából valós képünk úgy, hogy, hogy, annyi a teszt, amennyi nincs feltétlenül. Egy, kettő, hogy, hogy ráadásul ennek a gazdasági hatásai is elég vitathatóak. Na most az egész problémáról, és általában arról, ahogyan mondjuk az ellenzék reagál a, a koronavírusra, <coughs> illetve hát sokan gerjesztik ott is ugye ezt a fajta feszültséget, illetve másban pedig néha átveszik a Fidesznek a paneleit, tehát hogy lassan már föl lehetne oldani, stb. Tehát megy ez a zavar, hogy van halászás. Azért nekem az jutott eszembe, hogy hogy tényleg érdemes lenne megnézni a George Vékoffnak a politikában a keretezésről szóló ilyen különböző munkáit. Ugye Lékoffa a, a, a tanít, <túl> Amerikában is ő elég sokat foglalkozott a trump illetve a, azzal, hogy a Trump mit csinál, e, a, a, milyen retorikai technikákat használ, stb. Tehát ő egy nyelvész. <hül> Likov e, e, keretezés alatt azt érti, hogy egy politikai erő egy politikai problémát hogyan tálal. Itt van például az öröklés esete. Hogyha megnézzük, akkor lehet azt mondani, hogy e, mondjuk az, amit az öröklés esetén fizetni kell, az öröklési illeték, vagy azt is lehet mondani, hogy haláladó, ugye, az Egyesült Államokban, és gyakorlatilag az emberek rögtön máshogyan fogják támogatni. Az egyik esetben elvetik, másik esetben pedig jó, inkább támogatni fogják. Tehát magyarán az, hogy milyen keretet alkalmazunk arra, amit mi csinálunk és el akarunk magyarázni, ez rendkívül lényeges szereppel bír. És, és mi a nagy alapállítása? Az, hogy Na, nem érdemes átvenni mondjuk a politikai ellenferektől a retorikai paneleket és, és a keretet. A keretezés gyakorlatilag az, hogy hogyan rakják össze mondjuk a, egy kampányt, vagy, vagy egyáltalán mondjuk egy-egy a, a problémát milyen módon tálalnak ugyanis gyakorlatilag ezzel implicite az ellenfelet erősítik. Tehát a legjobb példa erre Magyarország kapcsán, amikor mondjuk a menedék jó kapcsán, ez a most nem jut az eszembe hozzám hasonlóan szintén pösze szocialista politikus, azt találta mondani, hogy hát neki nem tetszik a kerítés, de, de hát nem tud jobbat. Hát, az a, az a baj, kisbarátom, hogy téged azért választanak oda, hogy tudjál jobbat. Tehát az a politikai ellenfelednek a mondása, hogy ezt kell csinálni, nem a te mondásod. Hogyan lehetne jobbat? <kül> úgy lehetne jobbat, ha kitalálsz egy saját keretet, és azt próbálod eladni, nem pedig a túloldalét. Mondok egy például menekült kérdés esetén, lehetett volna azt mondani, hogy igenis tartsuk be a nemzetközi emberi jogokat, mert ez emberséges, próbáljuk meg elbírálni időben az igényeket, és aki pedig nem menekült, azt küldjük haza, aki pedig menekült, annak megfelelő ellátást biztosítsunk, embertelen sátorban tartani és fagyasztani őket, stb. stb. Lehetett volna egy saját keretet kialakítani, ez nem történt meg. Az, hogy mondjuk annyian elutasították a... a, a ugye a kóta népszavazáson az, hogy mondjuk emberségesebb legyen a magyar politika, az annak is köszönhető, hogy teljesen hiányzott az ellenzék részéről valami fajta önálló, használható keret, és ami értelmesebb, emberségesebb, demokratikusabb. Szerintem ennek a nemzeti keretezésnek egy különösen érdekes problematikája volt, amikor ugye az új helyi, az Európai Parlamentben kioktatja a Junkert azért, mert az üdvözölni mert a románokat Románia megalapítása alkalmából, ez megint csak egy Szerintem egy szocialista politikustól vérmesen buta. Alapvetően megint csak a túloldalnak a keretének a, a, az átvétele, ugye ajándékozott neki valamilyen ilyen könyvet. Szerintem ez egy szimbóluma lehet a félrekeretezésnek is, annak, hogy egy baloldali politikus mennyire félreérti a saját helyzetét, meg azt, hogy neki mit kéne csinálnia. Pontosan, hogy nem a túloldal kereteit kéne átvenni, hanem rendesen mondjuk egy saját önálló keretet létrehoznia. Jó. <kül> Na most a koronavírusnál is én valami hasonlót látok, hogy adott egy ilyen autoritár dinamikájú keret kormányzat részéről, alapvetően a koronavírus nagyvírus, ezért mi jövünk és megvédünk mindenkit katonákkal, és most már a parlament sem létezik, és hát felfüggesztjük, és ki tudja, hogy mikor lesz újra, stb. Ez az ő keretük. Ez, ha, hogyha mondjuk ebbe a keretbe akar valaki illeszkedni, és átveszi ennek az egyes paneleit, akkor gyakorlatilag a túloldalt fogja erősíteni. Egyébként Likov ezért is mondja azt, hogy nem kellene mondjuk összeesküvés elméleteket sem megosztani. Tehát amikor mondjuk a, a koronavírus kapcsán. <kül> terjednek ezek az őrültebbnél őrültebb összeesküvés elméletek. Azért nem kell hivatkozni rá még úgy sem, hogy azt mondod, hogy ez nem igaz, vagy cáfolod, mert ezzel gyakorlatilag terjesztett tovább. És magyarán szóval adott az egyik keret, hogy mindenféle őrültség, direkt nem mondok konkrét példákat, most már nem akarom terjeszteni, és ezeket átveszed, azt mondod, ez hülyeség, ez hülyeség, ez hülyeség, és így terjed szépen tovább ugyanaz a marhaság ezért nem kell ezeket terjeszteni. És mondjuk Trump kapcsán is nagyjából hasonlót mond, tehát hogy amikor mondjuk folyamatosan egy ellenzék arra reflektál, hogy, hogy, vagy, vagy az ellenfelei arra reflektálnak, hogy ő mit csinál, azáltal átveszik az ő keretét. Na most Magyarországon már nagyon régóta az ellenzék semmit nem csinál, csak mindig átveszi a kormányzat keretét, vagy azt mondja, hogy ezt nem szabad, vagy, vagy egy az egyben még akár támogatja is de arról nincsen szó, hogy önálló keretet dolgozzon ki. A koronavírus kapcsán ez azért érdekes, mert, mert lehetne önálló keret. Tehát én azt gondolom, az önálló keret megtalálásában voltak nyomok egyébként, tehát azt is hozzáteszem még az ellenzéki pártok részéről is, de amikor fölmerült, hogy igenis legyen hosszabb mondjuk a munkanélkülieknek e a támogatása. Ne három hónap legyen, hanem vigyük följebb. A, -a segítsünk azoknak, akik tényleg bajban vannak, nem csak a különböző cégeknek, stb. Szerintem lehetne még ilyen kereteket találni, ilyen lenne az, hogy teszteljünk többet, ez a tesztelés nem elég, mit tudom én, teszteljük ezt is, azt is. Ugyanilyen keret lenne mondjuk a, 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 annak a felvetése, hogy a tanárok mivel tanítanak. Most gondoljunk bele erről, senki nem beszél. <kül> A, rá lőcsölték az általános iskolásokra, vagy az általános iskolai tanárokra, a gimnazistákra, egyetemi oktatókra, stb., hogy, hogy, akkor tanítsanak otthon. Igen, kedves barátaim, de akkor mondjuk ezeknek a tanároknak miből lesz, miből van számítógépe? Valószínűleg van valami, ami ugye eldöcög otthon, de hát arra senki nem gondol, hogy adjunk neki munkaeszközt. Ez olyan, mintha a buszsofőrnek magának kellene hoznia a busz, nem? Tehát, hogy, és, és a túloldalra is igaz ez, hallgatók, illetve hát a, mondjuk a, a, az iskolásoknál, gimnazistáknál, stb. szakiskolásoknál. Vajon ők, ők ön, ön, nekik megfelelő az eszközpart. Tehát biztosítjuk azt, hogy mondjuk egy szegényebb gyerek is képes legyen tanulni, vagy sem. Sikerül áthidalni ezeket, vagy sem? Magyarán lehetne egy olyan értelmes keretet kidolgozni, ami nem arról szól, hogy átveszik a riogatást, az ostobaságot, a hülyeséget, a mánásban csapkodást, hanem, hanem fogjuk magunkat, <kül> és összerakunk valamit. Lehetne ennek címet is adni, a Fidesz egyébként ezt szuperül csinálta. Szerintem mindig is progresszíven, mármint úgy progresszíven, hogy jól megtalálta. Ad mindennek egy nevet, é, nem tudom emberség és nem tudom micsoda, és akkor ez lesz az ő programja ezzel kapcsolatosan. Ez egy, ez, egy, ez egy, technika, ezt meg lehetne tanulni, erről szólna a politika. Tehát nem mindig a túloldalnak kellene átvenni a kereteit. És ugye hát végül az is, azt is hozzáteszem, hogy ráadásul ez az, az én területeimen is nagyon érdekes, tehát a közvetlen területemen ugye az EU-ban, <kül> És az Európai Unión belül is ugyanezt látjuk. Az Unión belül pedig az a helyzet, hogy azt látjuk, hogy adott mondjuk egy ilyen magát technokratának gondoló központ egyrészt ami, ami az intézményekre, meg sok mindenre kiterjed, az emberek nem is igazán látják át a döntéshozatot, stb. És ráadásul az is van, hogy ha bármilyen unióval kapcsolatos kérdésről hallunk, azt a nemzeti kormányokon keresztül magyarázzák. Gyakorlatilag az unión belül olyan, mintha nem lenne semmifajta kormányzás, és ezt a koronavírus kapcsán is látjuk. Tehát nagy ritkán így mondanak valamit, hogy szétoztanak valamennyi pénzt, és akkor lehet vitatkozni azon, hogy mennyi pénz, meg mennyi pénz nem érkezik, és gyakorlatilag a, a utána ebből az lesz, hogy, hogy hogy ezt valahogyan a nemzeti kormányok magyarázzák. Tehát teljesen egypólusú itt is a keretezés, nincsen. Az egy dolog, hogy az unión belül a, mennyire, a, a mondjuk maga az unió mennyit tesz a koronavírus megoldására, mennyit nem, valószínűleg sokkal-sokkal többet lehetne, tehát látván az amerikai adatokat meg az európait, de ráadásul még azt a keveset is, amit is tesz, azt is gyakorlatilag ilyen elhal a, a mondjuk a, a különböző nemzeti keretekben. Tehát nagyjából ezeket akartam csak így röviden megosztani. Tényleg meglátjuk mindenkinek azt kívánom, hogy, hogy meglátjuk mit hoz a jövő, mindenkinek azt kívánom, hogy minél egyszerűbben tudja átvészelni ezt az egész helyzetet. Én azért abban reménykedek, hogy előbb-utóbb csak megoldódik, és akkor <kül> bár hónapon belül csak túl leszünk rajta. Jó, köszönöm szépen, viszont hálásra.